Hare Krishna. Akkor elmondjunk a mantrákat. Om namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasade Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Shila Prabhupada Ki Jaya. Elolvasom egy verset, meg kapcsolódik a mai témához, ami volt, mert ugye voltam már egy programon, ma már voltam, mindjárt mesélek róla, de előbb elolvasom a verset. Bhagavad Gita második fejezet, hoppa, hoppa, én úgy tudom, hogy 27-es vers, nézzünk csak. Igen. Jatasya hi dhruvom ricur, Duruvan janma mritasya cha tasmat aparihare irthe natvam shochitum arhasi. Nem is olvasok a fordítás, hanem így szavanként, hogy jatasya. Jatasya. Ja, nem kell. Csak hogy mit tudjátok? Tudjátok, hogy mit jelent jata? Jatasya? Jata? Janma, születés. Igen. Aki megszületett, itt erről szó, Jatasya, aki megszületett, hi, biztosan, azt mondja, hi, kétségtelenül, mi lesz? Mrityu. Hogy? Mrityu. Meghal. Így van. Olyan jó. Pozitívek voltok. Ez jó, legalább csak eredmény legyen negatív. És akkor itt még nézzük meg, úgy mondja, Jatasya hi dhruvam ricur. Dhruvam, azt mondja, hogy ez tény. Ez tény. Ez az élet. Utána mondja, dhruvam, akkor azt mondja, hogy a másik tény, hogy janma mritasya cha. Janma, megint? Mritya, mritasya? Halál. Igen, ez azt jelenti, halál után újra meg fog születni. Igen. Itt erről beszél. Tasmát, opa. Azt jelenti, hogy ezért. Tasmát. Aparihariarte. Na, nézzük meg. Ezért, mondja Krishna, aparihárje, annak, ami elkerülhetetlen, aha, azt mondja, ezért annak, ami elkerülhetlen, vonatkozóan az fog történni, és azért socsitám, na, socsitam, arhasi. Nem érdemes keseregni. Ez fog történni. Nem kell keseregni. Ez a tény, erről szól ez a világ. Akkor már erre is olvasunk így Srila Prabhupádnak a fordítását. Most mi szanszkritból összeraktunk, hogy miről szól. A megszületett számára biztos a halál. És halál után újra
megszületik, kétségtelenül. Ezért hát nem szabad keseregned, kötelességet elni elkerülhetetlen, nem, de elkerülhetetlen végrehajtása közben. Szóval nem kell keseregni. Könnyű mondani, nem? De mikor ott vagyunk, akkor próbálok pozitívan mesélni a mai sztorit, de nekünk kell tudatosak legyünk róla, akkor nem leszünk meglepve. Tegnap szolnokon, most Szolnokról jöttem, és beszéltem egyik baktával, Misivel, és akkor mondta Misi, hogy hát ő nagyon szereti az anyukáját, Misi már 52 vagy 3 éves, és anyuka érte élt, minden neki adott. És most annyira szomorú, mert bejött a tény. Az anyukája készül elmenni. Van neki, hát sajnos én ahogy látom, több mint 90%, hogy ez a rák, az gyorsan leépíti a testüket sajnos. És akkor tüdője rákja van. És akkor hát anyukája még azt gondolja, hogy meggyógyul. Hát tudjátok, amikor mi ott kerülni fogunk, mi nagyon fogunk akarni, hogy hát ha a csoda fog történni, és meggyógyulunk. És akkor beszéltünk Misivel, és akkor mondtam, hát ilyenkor vagy gyógyul meg, vagy nem gyógyul meg, de lelkén gyakorlatra menedéket kell vennie, az a legfontosabb. Úgyhogy azon lesz, sikerülni fog, akkor el fog múlni fájdalom, el fog múlni szenvedés, minden. És a félelem. A legnagyobb ez a félelem. Igen. És akkor megbeszéltünk, hogy akkor ma elmegyek reggel, mielőtt jövök Kecskemétre. Tavaly nagyon sok helyen voltam így, utolsó pillanatokra voltam. Hát volt a Szegeden egyik bakta, egy matadzsinak, a nővére, ez is rák. Olyan sárga volt. Nagyon ilyen kijózanosító, mikor látni ezeket, hogyan ez a gép kezd kimerülni, kikapcsolódni. Ilyen sárga. A fehérje a szemnek, az is ilyen sárga volt. És de az pozitív volt, mert tavaly, mikor beszéltünk a Erzsikével, az a neve volt, és ő ilyen ilyen nem volt nagyon nagy lelki beállítottsága, de mikor megértette, hogy most nincs már visszaút, itt most már több százalék, hogy nem épül vissza, akkor mi találkoztunk vele, és akkor leültünk, és akkor mondtam neki, figyelj ide. Lehet, hogy meggyógyulsz, lehet, hogy nem. De most még van idő. Akkor most venni kell menedéket lelki gyakorlatnál. És azt mondtam, hogy megpróbálod? Azt mondta, igen. Mert amikor így valaki azt mondja, hogy megpróbál, akkor mi elkezdjünk neki segíteni. Akkor ő nyitott lesz, és akkor lehet szépen vezetni őt ebbe a utolsó fázisba felkészülni. És utána képzeltek el, olyan jó volt, hogy eljött Szegedre tavaly Sivarama Maharadzs, és én mondtam neki, hogy itt van ez a család, ők ott voltak a programon, és mondtam, hogy az ő nővére most készül elhagyni a testét. És akkor mondta, jó, én szívesen megyek. És akkor eljött ő is. Ez milyen nagyon nagy kegy, amikor egy szent ember meglátogatja. Ő már nem tudta állni, Erzsike majd csak feküdt, és akkor jöttünk, és akkor már beszélt egy pár szót, énekelt Hare Krishna mantrát, és akkor
utána csak beült a kocsiba, és ment tovább Krisna völgybe. Ez egy nagyon nagy ritka és kegy, amikor egy pillanatot, halál előtt valaki csak egy pillanatot látja, hogy szentet, vége minden karmának. És amilyen ő negatív volt, és az életben negatív volt, és pánik, nem pánik, hanem ilyen negatív természetű volt, nem volt így könnyű neki az élet, de mikor ez bekeletkezett, akkor ő átlépett, és nagyon alázatosra vált. Hihetetlen, nagyon-nagyon alázatos, és kapaszkodott a Hare Krishna mantrához. És utána már a japa az mindig kezébe volt, nem akarta engedni a kezéből. Aztán bakták elkezdtek jönni minden este hozzá. Nem minden este, hanem ahol tudták, jöttek énekelni, mert ez Szegedtől 25-26 kilométer, és akkor énekeltek. És amikor jöttek végül a utolsó estére, akkor is én hol a gyapa, mindig így mondta, és akkor énekeltek, és bakták, mondták neki, ne aggódjál, csak engedd el ezt a testet, te nem vagy ez a test, veled nem történhet semmi. Nyugodtan csak menj el, és utána énekeltek, és akkor reggel így elment. És teljesen megváltozott. Szóval képzeljétek el, mikor valaki a fekszik kórházba, vagy ilyen rokonok között, ahol nem tudnak, mi történik. Úgyis rosszul vagy, azok meg sírnak fölötted, nem tudnak segíteni, te kész vagy ettől, az helyett, hogy segítsenek. Vagy már bírósági pereket indítják a vagyonáért. Az gyakrabban történik, sajnos, igen. De milyen jó, mikor a halál pillanatban valaki, és ez Krishna kegye. És itt mi a Krishna kegye, hogy ez a család, akik szegedik, ők nem rég kezdték gyakorolni a Krishna tudatot, és már az önővére is kaptak egyéből. Neki már nem volt ilyen ismeretlen semmibe menni a halála, valahol kórházba, vagy nem érteni, mi van, hanem ő megkapta maximális felkészültségi lehetőségeket, hogy ne halljan meg, hanem levegyen tested, mint a ruhát. Ez milyen Krishna, milyen kegyes. De igazából nem Krishna kegyes, hanem a bakták. Igen, Sivarama Maharaj fogta és eljött, és én rájöttem ezt. Látjunk, mert Krishna, neki van ez a kegy energia, ez a kripa shakti, és ő ezt baktáknak adták. És azért bakta, ő nagyon-nagyon-nagyon érzékeny, nagyon puha szívű, és akkor így jön. Akkor ez volt tavaly, volt még más, tavaly sok volt ilyen. És akkor most akkor a misének az anyukája, akkor fognak bakták járni énekelni oda hozzá. És egyet, amit láttam, ami jó kiazonosító nekem volt, amikor ott beszélgettünk vele, hát, hogy csak feküdni tudott, és csak bal oldalon. És nagyon-nagyon szívből kiáltotta, segíts, légy szíves, segíts rajtam, Isten, kérlek, segíts. Ez nagyon őszinte volt. Persze ő még azt gondolja, hogy ő arra akarja segítség, hogy meggyógyuljon a test, de majd meg fog érezni. Most neki egy kicsit át kell lépni arra, hogy menedéket kell venni Krisnánál, és akkor fog tapasztalni a segítséget, igazi segítséget. De ugyanakkor ez a kiáltása az jó, ez nekünk is így kellene gyapázni. Nem kell megvárni a halál pillanatot, már most lehet, csak az a baj, hogy ma mindjárt megbeszélünk, mik az akadályok. Miért mi most nem tudjuk így gyapázni, így venni menedéket lelki életnél, mint mikor bajba leszünk. Ezeket mindjárt fogunk beszélni erről, gondoltam, hogy beszéljünk. Mert végül jobb nem várni, mert hogyha mi már most leszünk jó tudatba,
akkor egyáltalán nem lesz egy pillanat zavarodottságunk. Hát itt csak példánként, nem büszkeségből egy dolgot mondom. Nekem egy pillanat volt egyszer ilyen, Krisna völgyben, akkor nagyon jó gyakoroltam, énekelte mindent. És beteg voltam. Nagyon beteg voltam. Általában nekem olyan a karma, amikor beteg vagyok, mindig egyedül nincs senki, nem tudja senki, nem jön senki, de nem is várok el nekem, nem is kell, nem probléma, kifekszem magam, aztán jó. De akkor valahogy Krisna kegyéből és Guru Bhakta kegyéből valahogy így jó sikerült a tudatom, és akkor egyáltalán nem zavart, és mondta, hogyha most, betegség ez, az most már a vége, oké, nem probléma. Jó. És akkor megfordultam, és akkor elmébe gyapáztam. Bárcsak mindig így legyen, nem? Egyáltalán nincs probléma. Nincs, nincs gond ez. Jó, és ezért mi beszéljük meg, hogy, mert amikor van megvalósításunk, hogy nem vagyunk ez a test, akkor nincs opció, hogy én meghalok. Nincsen, egyáltalán nincsen aggodalom, nincs félelem, nem probléma. Miért? Mert ez egy másik üzemmód. Szóval Krisna tudat, mert mindig gondolkozunk, hogy mit jelent Krisna tudatban lenni, próbáljuk megérteni, itt látjunk Srila Prabhupádot, látjunk Sivarama Maharajot, hogy, valójában milyen ők, akik Krisna tudatban vannak. A tudatjuk más üzemmódba megy. Teljesen más az egész, hogy hogy működik, és ezért nem úgy élnek meg, mint mi a dolgokat. És a gyakorlat, amit adta nekünk Srila Prabhupada, tökéletesen jó arra, hogy mi átlépjünk ebbe az üzemmódba a tudatunkkal. És ez egy meditáció. Amikor így, én mindig így nem csak a koronavírusban negatív vagyok. Néha, amikor valaki nem érti a meditációt, és mesél, hogy én tegnap voltam meditálni, mit csináltatok, ezt csináltok, azt csináltunk. És azt gondolják, hogy meditálnak. Hát sajnálom, hogy nem szakértőktől tanulnak, hogy meditálsz, az nem leültem és csináltam. Még megmondom, a japa az nem az, ez nem japa, amikor csak van nekem, az jó, csináljuk, mert valahogy el kell kezdeni, de hogyha mi igazi meditáció japáról beszélünk, ez nem csak az Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, nem, 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 YouTube, Facebook. Ez egy másik üzemmód. Szóval a japa, a igazi meditáció, tudat átkapcsolódik. Ez fontos. És ezt tudatosan kell csinálni, és érdekes, hogyha mi vizsgáljunk, ami most egy kicsit fogunk beszélni az útról, mert pont nekünk, hogy hogyan legalább belekapjon a fogaskerék a meditációba, hogy az elmémet hogy belevigyen. Nem tudom, ki ismeri régen, hát Magyarországon nem tudom, de nálunk volt, mikor hegyekben síeltél, akkor nem csak olyan az a libegő volt, hogy székes, ráülsz, hanem olyan volt, hogy megy a drótkötél, neked van egy ilyen kütyüt, vasdarab, van kötél, és akkor ráakasztasz, és akkor az így, hopsz, így beszorítja, és akkor így felkapja, és elkezd téged húzni. És ezt kellett tudni, hogy hogy kell rádobni, hogy elindítson téged fölfele. Ugyanúgy, hogy kell nekünk elkezdeni, hogy felkapja az elme, hogy az elmét felkapja a lelki energia, hogy tudjunk japázni. Hát, hogyha ez most ilyen nyugati nyelven beszélünk, hogyha mi beszélünk a bhakta nyelven, a bhakti vinottakur, ez azt jelenti, hogy bhajana pranali, ez azt jelenti, belépni. Szóval be kell lépni ebbe üzemmódba. Erről fogunk egy kicsit beszélni. Először nézzünk meg, hogy, miért, hogy először nézzük, hogy most milyen üzemmódban vagyunk.
mert a tudatunknak többféle, lehet, ez lehet vizsgálni az elmének a, nem az elmének, bocsánat, az agynak a, ez a, hogy hívják? Igen, ami encefalogram, nem tudom, ez magyarul így is mondják, vagy oroszul biztos így mondják, ami biztos latin szó, vagy angol, nem tudom milyen szó, encefalogramma, vagy valami. Van több üzemmód. Például, amikor mi nagyon-nagyon bánkodunk, meg vagyunk sértődve, ez egy üzemmód, akkor mi nem tudjunk vidámok lenni, észrevettétek? Ez, ahhoz, hogy mi vidámok legyünk, ez egy más üzemmód, abban be kell lépni, át kell kapcsolni az elmét. Például, hogyha anyuka munkahelyen valahol veszegedett valakivel, akkor utána hazajön, és gyerekre is tud kiabálni, mert abban az üzemmódban maradt a tudatja. Nem tud átkapcsolni, hogy gyerekkel szépen beszéljen. Sokszor. Az van olyan. Ugye. Vagy mikor jön a főnök, és azt mondják, na, biztos feleségével volt probléma, és akkor most mindenkit kiosztja a munkahelyen. Mert abban az üzemmódban megy az elméje, abban a rezgésbe. Ugyanakkor így működik az agyunk, és úgy működik a szívünk. És az acsárják magyaráznak, hogy a szennyes szív, ami nekünk kialakult, mi már úgy is tudjuk, hogy anarta, ami nem kívánatos a tulajdonságok a szívünkbe, a tudatunkba, ami akadályozza megízlelni, nem csak megízlelni, megtapasztalni Hare Krishna mantrának az energiát. Szóval azért, mivel a tudatunk tele van anartákkal, azért nem tudjunk belépni a mantrába. És erről most egy pár szót beszéljünk. Hogy amikor mi végzünk cselekvéseket, az élet során. Igen, nyugodtan keresetek meg a telefont, kapcsoljátok ki, mert hogyha percenként fog telefonálni, titeket zavar. Nem az. Ne, hát ne, igen, a rezgés az marad. Hang nincs, rezgés van. Tudod, hogy Japánon hogy lesz a rádió? Hang van, kép nincs. Mehet? János az édesanyád. János az édesanyád. Az édesanyád. Szerű üzemmód. Titül. Nem baj. Nem baj. Én a repülő üzemmódra raktam. Mert pont amikor élőben megy a telefonom, akkor azonnal betelefonál valaki. Oké. Okay. Közben üdvözlünk a Facebookos hallgatókat, Hare Krishna. Mindenféleképpen mindenkinek javasolok a Srila Sivarama Maharaj leckéket nézni, ami most is volt. Nem tudom, tart még? Vége. Aha. Ez fontos, hogy azt nézzük meg. Oké. Okay. Jó. Megyünk tovább. Most egy kicsit pszichológia lesz. Nem bánjátok? Jó. Majd egyszer többet fogok tudni mesélni, hogyha lesz egy ilyen alkalom, mert van, hogy 10 órányi tudok mesélni ezekről a pszichológiai dolgokról, de most egy kicsit, hogy hogyan alakul, hogyan a tudatunk megzavarodik, és miért vagyunk boldogtalanok, és ez mennyire zavar minket abba, akadályozó, hogy mi elkezdjünk tényleg meditálni Hare Krishna mantrán, és jó érezni magunkat abban, és szeretni lelki tapasztalatokat. Mert végül Krishna tudatunk, vagy Krishna tudat, hol vagyunk, ez nem vallás. Nem tudom, ki hallotta egyik podcaston, Srila Sivarama Maharaj mondta, hogy ha valaki krishnás, de ez nem kell, nem, mi nem vallásosok vagyunk, ha csak vallásos lenni.
hanem kell, hogy szívbe történjenek lelki mozgások, lelki energia, lelki boldogság. És akkor nagyon vicceset mondta, hogy ahhoz, hogy lelki ember legyen, nem elég csak vallásos lenni, ugye, mint a madár, az ahhoz, hogy madár tudjon énekelni, nem elég csak madárként születni. Azt mondja, csirke is madár, de nem tud énekelni. Nem tud repülni se. Ezért, mert van ez a jó kis orosz mondás, ami segít nekünk ezt megérteni, amikor mondják, és sőt, itt a vége a mesének, én is ott voltam, ahol ez történt, és mindenkivel együtt mézet ittam, sört ittam, a bajoszomon folyt, de a számba nem került. Értitek? Mi is itt vagyunk, 20-30 éve Krisna tudatban, és már folyik körülöttünk mindenhol, csak az szívünkben nem folyt bele Krisna tudat. Értitek? Ez erről van szó. Szóval lehet 20-30-40, én is ott voltam, nekem is van gyapám, tilakom, ruhám, csak szívemben nem folyt bele. Csak így kívülről lefolyt, itt folyt, úgy folyt, csöpögött, de a számba nem kerül bele. Nem, ez egy jó kis mondás. Hogy csak, ahogy Srila Prabhupát, ő úgy mondja, hogy a mézes üveget kívülről, hogyha nyalogatjunk, és nem, nyalogatjuk, és így, aztán mondja, ez nem is édes. Nem működik. Jó, akkor a szentek, az acsárják azt mondják, hogy anarta. Az anarta, nem kívánt tulajdonságok akadályoznak minket meditálni. Mit jelent, hogy anarta? Ez azt jelenti, hogy nekünk ott belül a tudatunkban van egy összpontosítás az anyagra. És ezért a tudatunk nem tud összpontosítani a lelki dolgokra, az mantrára. Ez a belső összpontosítás, ezt mondja Narottam Das Thakur, Srila Rupa Goszvámi, hogy mi próbáljunk Hare Krishna, és utána valahol befele elment az elme, és ott a vágyak, sérelmek, azon dolgozik, mindig így próbál ezeket átrágni. Na, ki hogy nekem beszólt, kiszólt, átszólt, megszólt, megsózta a sebemet, meg így, meg ezen dolgozunk. És egyszerűen tényleg, mintha nem tudjuk megnyitni az üveget, és hát nekem nem maradt semmi, csak próbálok így nyalogatni ezt az üveget, ott a méz, igen, tudom, hallottam, tudom, de nincs erről megnyitni, és csak így nyalogatok, és szerencsétlen érzem, áldozatnak érzem magamat, és akkor így tudjuk halál pillanatig ezt csinálni. Na most nézzünk, hogy hogyan tudjuk ezt nekünk magunknak segíteni. Ez fontos. Ezek a gondolatok, ami a tudatunkat fokuszálja az anyagra belül, annak a előző életnek a karmája, eredménye, akkor ezek a szamszkárok, ugye élmények, ők csak itt jönnek, bum-bum, egymás után jönnek, fel vannak dobva a gondolatok, és az elme mindegyik rágja, gondolkodik, múlt élet, a jámbar tettnek a visszahatásai, a bűnös tettnek a visszahatásai, akkor ez azt jelenti, hogy rossz negatív gondolatok, jó pozitív gondolatok a jámbar tettnek, most életünkben mit kaptunk, a jó, rosszat, vágyak, az minden ott van. Ha nézzük meg, soroljunk fel. Amikor ember felkel, és a tudatunk bebútol vissza a Windowsunk, akinek a Windows, aki van Android, kinek Linux-a van, attól függ, mindenkinek más, de ugyanazok a programok futnak utána. Facebook. Rögtön azt kell, nem? Meg kell nézni Facebook Viberen, Krishna völgyi pillanatok,
vagy valaki barátunk, messenger, azt szoktunk nézni. Eszünkbe jut, hogy valaki nekem este tegnap beszólt, ezt most csak úgy nem fogok hagyni, akkor ezzel foglalkozunk reggel. Családunk, férünk, feleségünk, akkor vannak a barátok, akkor meg kell valamit szervezni. Oké, akkor munkahely dolgok, akkor ez már 10. Nézzünk tovább. Akkor egészségünk, szabadidőnk, kutyánk, macskánk, a szüleink, barátaink, a páromnak a szülei, akkor a gyermekeink, akkor a YouTube, Twitter, nem tudom, magyarok annyira nem twitteresek. Instagram, TikTok. TikTok, TikTok. Akkor ez, akkor... Szóval itt lehet sorolni fel, autó, Covid, piros, negatív, pozitív, zöld, annyi sok minden Covid-dal, meg kell olvasni. Nyitnak országot, zárnak országot, maszkok, maszkok nélküli, annyi sok minden van. Szóval ez van a tudatunkban. És akkor mi próbáljunk a Krisna tudatot egy kis magot beengedni, és akkor bemegy, és el van ásva rögtön minden, minden mással. A legnehezebb, mind a kettő rossz, jó, rossz a pozitív, és rossz a negatív. Nézzük meg a negatív először, hogy hogyan minket megakadályozza, hogy meditáljunk. Védikus írásuk magyaráznak, hogy a lélek a szívbe van. A tudat a szívbe van. Ott van egy ilyen térség a szívünkbe. Hogy mondják? D-D-D-vel elfelejtettem. Mindegy. És ott egy ilyen térségben van a szívben lélek. És amikor a lélek negatív, hát nem is negatív, először kezdjünk az anyaggal. Amikor a lélek az anyagra koncentrál, az anyagi világra, akkor a tudatja szűköl. Ezt mondja Bhagavad Gita-ban, azt mondja, hogy Bahusaka hyanantasya buddhaya avyavasayanam. Amikor az anyagra fókuszál a tudat, akkor egy szempontból ember gondolat tágol, mert akkor ezt is csinálnék, oda is mennék, annyi sok minden jó, mint hogyha tágol, de valójában szűköl a tudat, beszűköl ettől. Amikor a lélekre fókuszál, akkor ember gondolja, na, hát akkor csak valami lelki dolgokra, kis dologra fókuszál, akkor biztos bezárodik a tudat, és akkor nem, akkor nyílik a tudat. Ez egy érdekes. Na most, ez már alapban, hogy már csak a fókusz az anyagi energiára zárja a tudatot. Az belül, amikor negatív élmény van, vagy például nekünk, ez egy jó segítség, nekem nagyon segít, hogy mindig próbálok figyelni, nekem milyen gondolataim vannak, hogyan reagálok, hogyan valakivel beszélek, nagyon-nagyon segít ez most, amit most fogok mondani. Szóval, hogyha nekünk van ez a negatív gondolatunk, negatív reakciók, negatív élmények, érzelmek, ez mind, az azt csinálja, hogy nagyon beszűkíti a tudatot. Észrevettétek, hogy amikor negatív, akkor annyira szűkít a tudat, hogy ember nem tud helyesen dönteni, helyesen reagálni, akkor agresszívan fog reagálni, vagy megsértődik. A nyitott szívű ember nem sértődik. A sértődés, ez azt jelenti, hogy nekem nagyon, nagyon kicsi a szívem. Nem fér be semmi, nem tudok feldolgozni, nincs hol megemészen. A nagy szívű, azért mondják mahatma, nem véletlenül mondják, hogy a nagy lelkű. Akik szentek, ők nagy szívük, mahatma, nem lehet megsérteni, nem lehet megbántani. És ők mindig pozitívek.
És ezért, amikor beszűkül a szívünk, és ez szó szerint a szívünk is szűkül bele. Tegnap is szónokon egy kicsit érintettünk ezt a témát, és mondtam, hogy ennek mi a fizikai a tünete, a szorongás. És rögtön több akta mondta, fú, azt mondja, ez most rólam szólt. Igen, azt mondja, én sokszor negatív vagyok, és itt szorongást érzem, kész, nem férek be a melkasamba. Szúr a szíve, minden, és képzeljétek el, ennek a szív, az kontrollálja az agyunkat. Az agy nem kontrollál a szívünket. És ilyen impulzusokat adja a szív az agynak, és akkor így romlik az egész szervezetünk. Megváltozik a légzésünk, más a légzés, azért pranayama működik, és nem csak, igen, és azért a pranayama mondja, hogyha speciálisan lélegzel, amit adnak gyakorlatokat, az nyitja a szívet, pozitívra teszi. Égeti el negatív karmát, negatív energiát, negatív gondolatokat, érzelmeket, és akkor pozitívra válik ember pranayamától. De ez nem működik olyan mélyen, ez nem, nekünk nem kell ezt csinálni. Nekünk majd mindjárt megnézzünk, hogy ezt mit csinál. Szóval ez a Hare Krishna mantra. Az igazi. Szóval így, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy ez betegséget okoz, szenvedés okoz, mert igazából nem én, másoknak is kényelmetlen, mikor velünk vannak negatív valaki, de legrosszabb annak, aki negatív. Annak rosszabb. Mert ott jön mindenféle betegség. És érdekes, hogy Ayurveda az mennyire tökéletes tudomány, hogy mi azt gondoljunk, hogy csak az egészség állapotot egy Ayurveda orvos tud nekünk, csak nem meséli, de mindent tud. Minden. Mert szív a ritmusából, ő mindent tud, tudott gondolatainkat, pozitív, negatív, mi történik velünk, most stresszben vagyunk, vagy boldogok vagyunk, a tudatunk beszűkült, ez minden. Ezért sokszor, még a Krishna Kumar is mondta néhány baktának, hogy ezt és ezt csináltál, ezért most ez is ez van a te gyerekeddel. És akkor a Mataji mondja, hát ezt csak én tudtam róla. Igen. A királynőknek régen, a királynő, őt csak király érinthethet, meg a kezét, bármit. És Ayurveda orvos nem érinthetett a királynőt. Ezért úgy csináltak, a cérnát rátekertek ide, és ő fogta, és cérnából minden lecsekelte, az a pulzus, mert minden, és mondta, így diagnosztizálta. Szóval a szívünk nagyon fontos. És hogyha mi ezt most próbáljuk ezen így átgondolni és megjegyeznének, nagyon fog sokat segíteni nekünk. Mert amikor mi pozitívek vagyunk, magunkba elsősorban, másokkal második sorban, sokkal akkor nyílik a szív, és felszabadul az energia. Észrevettétek, amikor mi lelkesek vagyunk valamit csinálni, és negatív körülmények, mi nem tudjunk kibontakozni. Észrevettétek? Nem tudjunk szépen jól megcsinálni, hanem be vagyunk szorítva, és akkor így csináljunk valamit. De amikor pozitívben vagyunk, és mondjuk, Feri, persze, gyere, csináljál, nagyon jó, te vagy a milyen vagyok. Igen. Nagyon szeretjük, amikor csinálsz ezeket a dolgokat, és mikor adnak ezt a pozitívumot, akkor mi is így érzünk, hú, kilégzés, megnyílt a melkas, és mi élünk azzal, amit csinálunk, berakjuk a szívünket. Be tudjunk rakni. Ez nagyon fontos. Így tudjunk a karmánkat egy kicsit ellenrakni, és ez a pozitív, tudatosan így próbál ezt csinálni, akkor az
te nyitja a tudatod, és akkor kicsit vissza tudjunk fordítani a mantrára. Befogadni jobban a mantrát. Hare Krishna mantrát. És azért a kombin kell kettőt egybe csinálni, mert azért ez nem jelenti, hogy most már, amit mondtam, na, akkor nem is kell mantrázni, így jó lesz. Ez most így gyakorolok, pozitív leszek. Nem, mert ez a negatív, ez a mi karmánk. Ez ott van, gusba köti. És kettő egyszerre kell csinálni. Ahhoz, hogy gyorsabban és tényleg megízleljenek a mantrának a működését, akkor legyek pozitív, tudatosan, és ugyanakkor mantrázok is, amikor az enyhíti a karmát, a negatív érzelmeket, gondolatokat, mert a mantra ez tiszta pozitív. Ezért megint, ezért mahatma. Mahatma, az azt jelenti nagy lélek, nagy lelkem. Szóval ez csak egy, amit meséltem, ez nem lelki gyakorlat. Ez ráhangolódás a lelki gyakorlatra. Nem tudom, hogy mint a koncert. A koncerten, főleg a orkester, amikor ezeket nagy ilyen bőgő, meg mindenféle. A koncert előtt ők nem úgy van, hogy na, jöttek, tapsoltak, megigazítanak itt ezeket a lepkéket, vagy némilyen, nem tudom, hogy hívják magyarul. Azt. És utána feldobja a fraknak ezt a, és leőrös zongorához, és akkor én, ez nem így van. Hanem, hogyha bejöttetek egyszer egy nem tudom hány órával előtte, akkor zajt fogtok hallani, és mondani, Úristen, ezek a zenészek? Laci, ő zenésző tud mondani. Hát mindenki hangolja. Összhangot kell csinálni, és mikor összhangban lesznek a hangszerek, mi fog történni? Harmónia, azaz. És akkor mindenki örömet, akkor nyílik a szív mindenkinek, és élveznek a zenét az emberek, akik ott ülnek. Szóval nekünk is a szívünket egy kicsit kell hangolni. Hogyha mi mantrázni fogunk, akkor hangoljunk előtte. Valamikor mondom, hát most nem tudom, akkor lehet, hogy akkor nekem úgy kell, valamikor annyira erős, hogy akkor én úgy hangolom, hogy első 4-5-6-8 kör is lesz hangolás, de pluszben tudattal is próbálok segíteni, valamikor nem tudjunk úgy hangolni magunkat. De hogyha mi tudjuk és próbáljunk így magunkat hangolni, sokkal-sokkal jobb. És ugyanúgy a bakták között, hogyha mi jobban akarunk fejlődni, akkor itt is mi egymásra hangoljunk a szívünket. Mikor találkozunk, hogy történik. Akkor, mikor én már meditál, fogok jönni baktákhoz, akkor lehet, hogy ezt is kaptam, azt is kaptam, van egy pár negatív, mert van szívemben van, karmám van, de baktákkal megyek, találkozok, hogy csak pozitív leszek. És akkor jövök, hogyan tudok, ki tudja mondani trükköt, hogy kell elindítani pozitív energiát? Megdicsérni egy baktát. Mondani, Hare Krishna, de örülök, hogy látlak. És kész, és akkor bum, fel van oldva, és akkor már könnyen mind. Észrevettetek, akkor, hogyha mondjuk így bejövünk, és akkor Haribol, fú, mondom, hova kerültem. Jó, fél óra múlva mennem kell, akkor rögtön kitalálják. De hogyha, de jó, hogy jöttél, Hare Krishna, akkor így rögtön felszabadultunk, nyílik a mellkasunk, és jó érzünk magunkat, és akarunk maradni. Akkor más lesz a bhajan. Mert mikor nem vagyunk hangolódva, és mindenki zárt, szűk tudat, akkor ez a bhajan, az ugye nyűg lesz, Hare Krishna mantra éneklés, egy fájdalmas. De amikor megnyitjuk magunkat, akkor most jó volt,
észrevettétek-e, nagyon jó volt a bajon, mindenki nagyon nyitott volt. Szóval ez a ráhangolódás, hogy jó, mindig jó, hogyha mi készüljünk fel a tudatunkat, amikor most fogunk dzsapázni, sokkal jobb így. De ugyanúgy például, amikor a Krisna völgyben megy valaki pudzsáriba, az nem csak úgy, hogy rárohan, felrohan az oltára, így kilóg a nyelve, mindjárt elkísérjük, az nem szabad csinálni. Főleg reggel, amikor ember felkelt, akkor 8 kört kell dzsapázni, szóval kell hangolódni, tudatot. Nyitni a szívet, most rádisjámot be kell engedni a szívembe, amikor így be vagyok szökőve, hát nincs hely rádisjámnak a szívembe. És akkor dzsapázik 8 kört, utána acsman, az is az acsman, az nem csak, hogy tisztítem, a tudatomat tisztítom, hangolom, nyitom a tudatomat, hogy én ki vagy, nem vagyok ez a test, nem vagyok brámaná, nem vagyok vásá, nem vagyok súdra, nem vagyok férfi, nem vagyok nő, hanem a Krisnának a szolgája vagyok. Ez egy minden ráhangolódás, és utána csak léphet fel valaki az oltára. Ez egy jó dolog, jó hangolódás. És utána lehet, hogy megnyitom egy mantrát, egy verset, ami nagyon tetszik, keresem. Utána, amikor így ráhangolódtunk pozitívra, nyílik a szívünk, nyílik a tudatunk, na akkor lehet kezdeni dzsapázni, és akkor van esély belépni a mantrába. És mindjárt elmondom, hogy hogy kell. És a mai lecke, amit most beszélek, ez mindenki tud csinálni, erre nem kell 1000 éves bakta lenni, meg már ismerni filozófiát. Én nagyon praktikus dolgokat fogunk nektek mesélni. Gyorsan megkeresünk. Már sajnos nem volt időm előbb keresni. De már itt van, mindjárt nyílik. Közben üdvözlünk tovább a Facebookot, Hare Krishna, hogy nélkületek nem lehet egy lecke. Jó. Most tölti le a dokumentumot, és mindjárt megnyitja. Itt van. Nem itt, akkor még egyet, ups, hát ha ez lesz, aha, ez az. Jó. És akkor ezt mondja Bhaktivinoda Thakur, hogy hogy kell nekünk most, akik akarunk tényleg belépni a meditációba, akkor fokozatok, és mindenki ezt meg tudja csinálni. És akkor mondja, náma, ez először kell egy legalább elméleti megértés. Náma, námi, náma, námi eka tatva, visvasa, kariya. Ez azt jelenti, hogy elsősorban nekünk el kell fogadni az elméleti szinten, hogy a Hare Krishna mantra, ez a náma, a név, és Isten eka, egy. Hogy a tiszta bakta, amikor mondja Hare Krishna, akkor a hangból kijön a forma. Mint amikor a magot elültesz, van ezek a gyors felvételek, amikor elültetnek egy magot, akkor kicsirázik, egy magbú, és akkor kijön egy virág. Szóval mantrában benne van Krishna. És mikor tiszta bakta mond, tiszta szeretetel ki, mahatma, akinek nagyon nyitott a tudatja, abban a pillanatban hopsz, és ott van.
És nem látja különbséget, hogy Istennek a formája maga Isten, Istennek a neve egy és ugyanaz. Ez nekünk elméletileg. Mi most nem tudjuk ezt megérteni, megvalósítottam, mert nem tudjuk még látni, de ezt nagyon erősen kell hinni, bízni ebbe. Ez a bizalom, ez a sráda, a hit a szent névbe, a bizalom. Náma, námi, az náma, az azt jelenti név, námi, az a név tulajdonos, eka, egy, tatva. Ez az igazság, ez a filozófiánk. Visvasza akariya, ez a visvász, ez a meggyőződés. Dasa parada chadi nirjane basia. Ez azt jelenti, hogy hogyha mi ezt értjük, és próbálunk figyelmesen, sértés nélkül, ez a parád, mindjárt egy kicsit erről fogunk pár szót mondani, hogyha valaki ezek a 10 sértés nélkül csinálja, akkor be fog lépni a meditációba. Szóval ez a visvász, ez a fontos, ez az erős meggyőződés kell, hogy legyen. Na most ez az aparád, vagy sértés, amit mondják, hogy azért nem látsz Krisnát, mikor dzsapázol, mert sértést csinálod. A fő sértés melyik? Figyelmetlenség. Miért figyelmetlenek vagyunk? Mert a szívünk össze van szökítve. Értitek? Saját világába élünk, és akkor bánatokon ezt akarok, ezt nem akarok, azt adj el, azt ne adj el, ezt utálom, ezt nem utálom, ez megy. És végtelenségig megy. És ez a probléma. De most nézzük meg, akkor beszéltünk, igen, szóval így minket gusba köti, ami mi nem tudjuk irányítani. Azt mondják, aki kezdő gyapázó, de kezdő, tudjátok, 30 év múlva is kezdőnek maradhat. Nem az a nem kezdő, ki már 30 éve gyapázik, hanem kezdő az, aki magyarázza, hogy lehet megtudni, hogy te kezdő szinten vagy, mert neki villámnyi meditáció van. Amikor a 16 kör gyapázik, akkor a 16 kör alatt hát jó, hogyha legalább egyszer rá tud fokuszálni egy olyan villámnyi időpontjára. Csak egy Hare Krishna, Isten elment az ember. És kész, ez a gyapa. Isten megy mindenhol, megy ez a tudat belül, ezek a szamszkárok, vágyok, gondolatok, ami karmából jön magától. Aztán a végén, mikor utolsó, ha ráma, ráma, Hare, Hare, le is gyapáztam. Jó kis szeriált néztem az elmémbe. Szóval az a különbség, hogy a kezdő, ő nagyon rövid pillanatra tud csak meditálni. Ez nem meditáció, ez csak hogy... De akkor most nézzük meg, hogy kell, mi az első lépés, jó? Nagyon egyszerű lesz. Ó, délig. Befejezünk. Valamelyik délig. Nem, mindjárt befejezünk. Csak nézem, hogy itt... Jó, itt... Igen, itt van. A mantra, meditáció az úgy történik, hogy a igazi meditáció, amikor a szívbe van a mantra, Hare Krishna mantra, belépett a szívbe, ez azt jelenti, hogy a tudatunkban, az elmébe van. De mi most nem tudjunk, mert zárva van az üveg. Akkor hogy kell megnyitni? Van, ahhoz, hogy szívbe, hogy tényleg ez a szívbe meditáció, ez a belső, ami sokszor így belső meditáció, azt se tudja, miről van szó. De ahhoz, hogy ez meglegyen, ahhoz pár nagyon egyszerű, most csak mondom párat, de fontosabb lesz az egyes, aki ott tart. Aki már ott nem tart, akkor lehet a második, de gondolom jó az egyes is. Jó, akkor igen, amikor a szívbe van a mantra, amikor előtte szint, lejjebb egy kicsit,
kő egyel kijebb, amikor az elménben van a mantra. Ez nem ugyanaz. És ahhoz, hogy elmében azért nem tud lenni az elmében mantra, mert ott mennek ezek a anarták, negatív, pozitív, mindenféle gondolatok, be van szükülve a tudatom. Össze van így sugorodva. Na most itt a probléma. Nem? Próbálunk, és nem megy. Észrevettétek? 10-20 év, Hare Krishna. Nem tudom, és akkor elme mindig elkalaud. Az. Mindig. De akkor mit csinálják? És Bhaktivinoda Thakur és az acsárak azt mondják, menjünk egy kicsit visszább, kezdjünk az első lépcsőfokkal. Először engedjünk a mantrát a nyelvre. Ez a lényeg. Na ezt meg tudjunk csinálni. Hogy? Mindjárt elmondom. Mert hogyha a nyelv, ez mechanikus dolog. Az elme, az már nem annyira mechanikus, az már nehezebb, az is, de ez egy, de ahhoz, hogy oda belépjen, először rá kell, hogy lépjen a nyelvre a mantra. És amikor belép a nyelvre a mantra, akkor utána szépen-szépen a nyelvből bele fog bejebb. Mint a gyógyszer, ki szokott úgy gyógyszert szedni, hogy rögtön gyomorba rak. Először a nyelvre rakjunk a gyógyszert, nem? És mondjuk, keserű, gyorsan valami így, ilyen a gyógyszer. De először a nyelvre kerül. A mantra ugyanúgy, mielőtt a szívnek a gyomorába kerüljön, először a nyelvre. És akkor Bhaktivinoda Thakur azt mondja, hogy hogy kell helyezni mantrát a nyelvre. Három dolog kell. Ezt most, hogyha fogtok jegyezni, utána csak gyakorolni kell. Az már nem olyan fontos. Nem olyan nehéz. Akkor azt mondja, hogy elsősorban az egyes, hogy a mantra sose legyen, mantrazást nem lehet csinálni ilyen pozitív és érdek nélküli. Nem fog. Amikor pont ez a van, amikor így gyapázik valaki. Volt egyszer egy bakta, és járkált itt mellettem, gyapázott. Azt nem tudom, melyik mantrát mond, de biztosan nem Hare Krishnát. De tudtam, hogy nem fog elfogadni tőlem, mert fog mondani, én kimondom. Ezért nem mondtam semmit neki. Volt nekem kis diktafon, bekapcsoltam felvételt, se eltakartam, és nem látta, és akkor csitált. Mondom, na most tuti felvette egy vagy 15 percet, 20-at, és tudom, mondom, gyere, valamit mutatom. Gyere. Én nem értek hozzá, de te biztos tudsz mondani véleményedet róla. Mi a vélemény, és bekapcsoltam neki. És akkor ő szóval realizálta, hogy nem is figyelt a mantrára. Mert akkor valaki enneket mond, amikor egyáltalán nem figyel oda. Ez azt jelenti, hogy nincs is a nyelven a mantra. A nyelven a mantra, akkor ez a három. Egyik. A mantrázás, ez az egyes, stabil és ritmikus kell, hogy legyen. Nem érdek nélküli. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupádot kapcsoljatok be, annyira jó. Ő nagyon gyors, és Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ilyeneket. Ez az egyes, stabil, ritmikus, szóval legyen élet benne. Hát ugyanúgy, mikor jöttek vendégségbe, és no, Hare Hare, jöttetek hozzá a vendégségbe, jó, tőle, jó. Akkor mondasz, várjál, szerintem én tévedtem, nem ide akartam jönni. De hogyha valaki ritmikusan így minket fogad, akkor mi meg vagyunk győződve, igen, ide akartam jönni. Szóval ez az egyik. A másik, hogy legyen tiszta. Tisztán kimondva, mint egy világos. Amikor világos van, akkor minden tisztán látunk. Szóval ez egy ilyen
sugárzóan tiszta legyen, mikor kimondjuk a mantrát. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ez a kettes. És erre kell figyelni mindig. Most hogy mondtam? Ritmikus, stabil volt, amikor tisztán mondtam, és a harmadik, na a harmadik az, ami fog nekünk nyitni a szívünket. Öröm teli tudatállapottal kell csinálni. Értitek? Tudatosan, pozitívan kell csinálni. Mert nyitja a tudatunkat, és megy. Jó hangulat, jó tudatba, pozitívan. Még hogyha érzem, hogy Mudo Hare Krishna, valamikor rossz a hangulatunk valami miatt, és sírunk Krishnához, de ott is van ez a pozitív, ez az optimizmus, hogy Krishna tud segíteni. Ő nagyon kedves, ez kedves. Szóval ez nem az amikor menediket veszünk, az nem az a negatív lesz, hanem az egy kicsit más üzemmód lesz megint. De amúgy pozitív kell legyen, örömteli. A japa az örömteli. Szóval ez nagyon egyszerű. Bhaktivinoda akkor mondja, ezt elkezdjünk csinálni, stabilan, ezt a hármat, akkor már a nyelvre engedtünk a mantra meditációt, aztán, és utána innen majd szépen lassan, ez már magától fog történni, hogyha ezt kitartóan csináljunk, a mantra az pont nyílik az üveg. És amikor jól csináljunk, akkor úgy mondjuk, hogy egybe fog olvadni a mantra a szájunkkal, a nyelvvel. Azért mondják, hogy Krishna táncol a nyelven, amikor valaki jó japázik, az fog történni. És mikor ez már megy, ez addig kell csinálni, ameddig nem fog egyé válni a mantra és a nyelvünk. És innen följebb megy a mantra, kezd bemjönni az elmébe. Jön, beljebb, egyre többet, és lesz egy pillanat, mikor egybe olvad. Na nézzétek, egyik Siksástaka Maharajnak, ő is pont erről beszél. Hogy elme egybe fog olvadni a mantrával. És ez már nista szint, ez a stabil. Én mikor elértünk ezt a szintet, hogy egybe olvad a mantra a elmével, ez a szilárd nista, onnan már nagyon gyors lesz a fejlődés. Szóval itt ezt kell most megtolni a kocsit egy kicsit. Dél van. Sisi Radha Sama Sundar Ki Jai Shri Hare Krishna Maha Mantra Ki Jai Kecskeméti Nagy Szívű Bhakta Csapat Ki Jai. Hogyha van kérdés, belefér, új kérdés? Közbe főzitek, közben lehet kérdezni. Facebookosok is, hogyha akarnak kérdezni, lehet kérdezni. Igen. Én azt szeretném megkérdezni, hogy sokszor lehet olvasni azt, hogy Krishna a baktának elveszi a jánból, és a bűnös tetteit is ők visszamennek. Uh-huh. Ez most a tudatba és a fizikai anyagban, hogy nyilvánul meg? Fizika, hát hogyha mindent elvesz. De hogy a jámbor is. Hogyha az egész karmát elvisz, akkor abban a pillanatban a test az összeesik. Mert ez a test az karma. Addig él, ameddig karma. A vége a karmának, vége a testnek. Ez a szerint, amikor bűn, mert test, ez egy kombináció, bűnös és a jámbor tettnek. Hogyha most a testet nézünk, valaki mondjuk nagyon szép, az a jámbor test, a jámbor karma, de beteg. Ez a bűnös karma. És így tovább, szóval lehet kombinálni a testet, és mikor mindennek vége, akkor a test így. Puff. A tudatban, amikor elveszi a bűnös és a jámbor tetteknek a tudatból, akkor pont átkapcsol ebbe a másik üzemmódba, mert a jámbor és a bűnös tettek
tartanak ebbe az anyagi fókusz üzemmódba tudatot. Amikor ez megszűnik, akkor elkapcsol a lelki, meg rögtön nyílik a szív, végtelen boldog ember lesz, Srila Prabhupada ezt prédikálta. Volt egyszer egy bakta, aki még csak járt itt templomba, vagy első éjszakára ott maradt, nem emlékszem pontosan, és akkor ő mesélte, hogy hát én kicsit nem tudtam aludni, felkeltem korán, unalmas volt, és utána láttam, hogy ilyen hajnal egy-fél-kettőkor valamilyen szobába ég a villany. És az a Srila Prabhupada, ő már dolgozott, írta a könyvet. És akkor a baktagból besétálok, beszélgetek vele egy kicsit. És akkor bekopogott, és akkor Prabhupada, igen, így pozitív, igen. És akkor megnyílik, ó, gyere be! Ez a nyitott szív. Nem, hogy mit jössz időt, nem látod, nagy guru dolgozik itt, mit csinálsz, leesett démon. Hanem, ha, itt vagy, te örülök, gyere, ülj le! És akkor itt leült, és a Prabhupada abba hagyta az írását, és elkezdte vele beszélni, nagy örömmel, nagy lelkesen. És utána máskor Prabhupada azt mondta, hogy a baktának kell, hogy az ajtó tár nyitott legyen, ablak tár nyit, a szív, tárva. Tárva vagy tár? Hogy tárva. Tárva. Nyitott? Tárva nyitva. Tárva nyitva? Na, látjátok, nyílik nekem is már a szív, kezdek magyarul tanulni. Tárva nyitva. Szóval amikor, és a jámbor karma, az egy kicsit, az is szűkíti a tudatot, mindjárt megmutatom, hogy, de ugyanakkor kicsit jobban nyitott a szív. A negatívtól jobban zárt a szív. De hogyan, de mi mindig nem engedi a meditációba lépni a jámbor karma. Nagyon egyszerű. Mert a jámbor karmának az eredménye a tudás és az élvezet. A bűnös karma, a szűkös tudatú ember nem tud élvezni, csak szemet, egy áldozat. A jámbor ember, ő neki van pénze. Ő jó, nagyon jó ember, de van pénze, ilyen szép időjárás, hogy megtehetek minden, és ez viszi az elmét. Ide megyek, oda megyek, ezt akarok, azt, és annyira bele van az anyagban ragadva a tudat, ha nem tud. Ő mindenki a pozitív, és hiszi Istenben minden, de annyira el van rabolejtve az elméje, hogy nem tud kiszakítani. Ez ugyanolyan rossz ez is. Most is itt megyek, utazok, és akkor így érzem, hogy fú, ez milyen szép ez az időjárás, és lehet élvezni, ez csodálatos természet, minden, és így viszi az elmét a mantrától, a Hare Krishna mantrától. Persze, utána elme próbál mahinálni. Hát akkor a természetbe kimegyünk gyapázni. Valahogy így összekapcsolunk dolgokat. Hogyha mi tanuljunk látni mondjuk természetbe Krisnát, akkor nem veszélyes. A Bhagavad Gita Krisna ezt tanítja, hogy a természetnek a szépsége, ez a Krisnának a mosolya, tiszta víznek az íze, én vagyok, napnak, fénye, holdnak a fénye, én vagyok. Így lehet. De az a baj, hogy a jámbor karma mondja, hogy én annyira jó vagyok, nekem minden rendben van, hogy nekem nem kell Isten. Értétek? Ez a probléma. Páncsali Mataji, válaszoltam? Igen. Utolsó. Utána csak beszéljünk, csak hogy legyen a főzés. Jó, mert ezzel kapcsolatban ezt mondok, inkább a másik az fontosabb, hogy... Ami fontos. Ugye van ez a csapázás, és akkor mondtad a harmadik, hogy örömmel boldog, amikor az ember csinálja boldog.
És hogy vajon ezt miért nem csináljuk, szóval amikor csinálom normálisan a lelki életet, gyapázom a 16 kört úgy, hogy leülök és figyelek és minden, és tök jó minden, utána az elmém megőrül, és akkor nem csinálom, hogy vajon, hogyha tudja az ember, hogyha csinálja, ugye az a kötelességünk is, hogy csináljuk 16 kört, de még hogyha csináljuk, az meg jó is, akkor utána miért van az, hogy mégse csináljuk normálisan, vagy nehéz, nagyon nehéz. Azért, mert kell sokat hallani. A probléma az, hogyha mi egyszer-egyszer így hallgatunk, és utána mi mindig halljunk anyagi dolgokat. Mi csak átsétálunk az utcán, minket már a tudatunk már elnyomta. Halljunk beszéd, bemenjünk boltba, YouTube, rádió, ez minden azonnal elnyomja a tudatunkat. És elveszítjük lelki erőt, és ez az anyagi energia, dávihi és a gunamái, mivel ez az anyagi energia, az Istennek az energiája, nem tudjunk legyőzni. Ezért nekünk nem szabad ezt a vibrációt engedni be. Ez azt jelenti úgy, hogy legalább minél többet kell ellensúlyozni, hallani leckéket, olvasni, próbálni, hogy hogyan én tudok az életemben, a nap szinten minél több lelki dolgokat. Hogyha mondjuk valamikor, már nem bírom filozófiát, jó, akkor Hare Krishna mantrát kapcsoljuk be, énekel. Szóval, hogyha ez fog zajolni, akkor, az, hogy Prabhupád mondja, távol fog tartani anyagi energiát, és akkor könnyebb gyakorolnom. De hogyha én be vagyok itt fullasztva, és rajtam van egy betonlap, anyagi energia, nem fogok. Ez a megoldás. Aki ezt legalább egyszer-kétszer próbálta, az tudja, hogy ez így van. Sokat halljunk, olvasunk. Szóval lelki energiát, lelki vibrációt engedjünk be. Na, ez már nagyon utasú lesz. Még azt szeretném kérdezni, hogy ugye hallottuk most azt, hogy úgy gyapázunk, hogy ritmikus, tiszta és örömmel. De hát azt hogy kell csinálni, hogy örömmel, hogy mikor az van, hogy úgy gyapázunk, hogy sírjunk Krisnáért. Örömmel sír. A kettő van, hogy olyan. Lehet, persze, hogy örülünk, hogy sírhatunk Krisnáért. Igen. Vagy hogy van ez? Hát úgy van az, hogy van az első mantra, amit beszéltünk, hogy náma námi eka tatva. Amikor mi tudjuk, hogy Krishna és a neve egy és ugyanaz, akkor mi tudjuk, hogy ő egyetlen egy menedékünk, egyetlen egy megoldás az életünkben, nincs más, én tudom csak ez, és így, hogyha sírunk, ez nem az a sírás, anyagi, negatív, szűkült sírás. Ez egy nyitott sírás. Mert az abból úgyis így ember így gyapázik, hogy sír, de hogyha ezzel a jó tudata sír, akkor ez a sírás az csak így át fog olvadni a boldogságba. A vége az lesz a gyapának. Szóval ez egy teljesen más, ez a, hát nem mondjuk lelki negatívum, hanem ez egy pozitív-negatív. Érted? Mert ott, mint egy kisgyerek, amikor kisgyerek mondjuk elveszett a szüleit, és amikor találkozott anyukájával, akkor nagyon kesergesen fog sírni, olyan, mint hogyha negatív, de ott van ez a boldogság, hogy itt van az anyukám, itt van az én életem. És ez teljesen más. Ez nem okozza a pszichológia, ez pedig nyitja a gyereknek a tudatot, mert ő érzi itt az anyukám, itt a szeretetem, ami nekem nagyon nagy szükségem van. És a Hare Krishna mantrától ez a tapasztalat, és ezért ez nem szűkíti a tudatot, hogyha sírunk hozzá. Hozzá lehet sírni. Csak igen. Az, hogy ugye az van a templomokban is, hogy nem szól a múlti előtt sírni. Igen. Van egy ilyen etiket, uh-huh. És hogyha gyapázunk, az ugyanaz, ugye, hogy a Krisnál őt nem sírunk, de hát akkor most ez...
Ki mondta, hogy Krishna előtt nem sírt? Hát, hogyha ugye Japánban, ugye a nevünkkel megszólítjuk Krishnát. Igen. De hol volt írva, hogy mikor japázol, nem lehet sírni, ez sértés? Ezt most csak én úgy kérdezem, hogy ez ja. lehet, vagy ez lehet? Lehet, csak ezt nem mutatjuk, ez nagyon fontos. Habár Gorgo Vida Maharaj mondta, hogy a ISKCON, ez a sírás iskolája. Azt mondja, megnyitottunk iskolát, ahol tanulunk sírni Krishna után. De mi próbáljunk ezt nem mutatni. Senki előtt ezt nem szabad mutatni, mert ott el lehet más üzemmódba menni. De kell, Srila Prabhupádnak a magyarázata, úgy kell japázni, mint a kisgyerek kis sír anyuka után. Ez normális. De ez nem negatív karma, ez nem az, ez nyitja a szívet, ez más természete ennek a úgynevezett negatív dolognak. Murtik előtt nem sírunk, mert inkább ott a lelki, az anyagi tudatról van szó, hogy anyagi miatt ott nem sírunk, nem kiabálunk, és a tovább. De mikor valaki tiszta bakta, mondjuk, és murtikat szolgál, és csak puff, felrobbant a szeretetje, lehet, hogy fog sírni. Ez már nem sértés. Ez nekünk van, hogy egyelőre, hogy hogyan viselkedjünk, ameddig nem tiszta szívünk. Jó? De mantrához lehet sírni. Kell is. Mi szoktunk örömünkbe sírni, nem? Meg az úgy sétlenül is így. Igen. Örömökbe is lehet sírni, az nem az a negatív, persze. Ez jó. Málpraszálem ki gyáj. Egy szavas kérdés. Ott a főnök. Egy szavas, igen vagy nem. Mondtad, hogy az elme menni akar a természetbe, mert hogy a természet, és akkor nem lehet így betrükközni, hogy jó van, akkor kiviszlek a természetbe, de akkor japánunk. Hogy így... Lehet próbálni. Lehet próbálni. De inkább hallani. Vagy lehet mondani, jó, most akkor lecsopázok, utána egy kicsit kimegyek természetbe. De nem baj, nincsen semmi probléma, szóval nincsen sehol író, hogy természetben nem szabad csopázni, de lehet elmenni. Ezért jó, Krishna völgy, mert szép a természet és szent helyek. És akkor kész az egy szent hely, akkor már rögtön Krishna van a tudatban, mert itt valami történt. Az egy jó. De nem probléma, lehet menni. Természetbe japázni, jobb, mint, sokkal jobb természetbe japázni, mint itt az utcákon. Mert az a szatva guna, ez a raja guna. Jó természetbe japázni, jó? Jó. Nem probléma. Shishi Radha Shyama Sundara ki jai, Shri Harir Nama ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Nitai Gora Premanandi Haribo ki jai, Gora Bhaktavrinda ki jai.